sikerült meghatározni az Árpádházi DNS-t. Az Árpádházi királyok eredetéről jelent meg tudományos cikk a European Journal of Human Genetics című szakfolyóiratban. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, az erről szóló sajtótájékoztatón kiemelte, a legújabb kutatási eredményekből az derül ki, hogy az Árpád dinasztia 4500 évvel ezelőtt alakult ki, és a mostani Afganisztán északi részéről származik. Hozzátette, 2000 évvel ezelőtt a család és rokonaik az Urál déli területein helyezkedett el. Közlemény az egyik legigényesebb, legmagasabban elismert tudományos labban, a Nature-ben jelent meg. Jelentőségét nagyon röviden abba tudom összefoglalni, hogy olyan archeogenetikai adatokat szolgáltat a dinasztia és közvetve a magyarság eredetének kutatásához, amelyik új irányt szabhat a társtudományoknak is. Neparácki Endre, a Magyarság Kutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának vezetője emlékeztetett. Az első kutatás sikeresen azonosította a Mátyás templomban feltárt leleteket. Mostani vizsgálatokban oroszlán részt vállalt az első szerző Nagy Péter, és ugyancsak a kutatást Kásler Miklós vezette, és ebben a kutatásban további felfedezéseket tettünk, amihez az volt szükséges, hogy több száz ma élő embernek a genetikai anyagát gyűjtötte össze Nagy Péter a világ három különböző régiójában, ahol leggyakoribb ez az eredjá vonalnak a speciális típusai. Ez az egyik az afganisztáni régió, amit akár Turánia-földnek hívhatunk, a Volga, Urál vidéke és a Kaukázus vidéke, és ebből a recens mintagyűjteménynek a segítségével sikerült az Árpádháznak a filogenetikáját föltérképezni, ami ebben a publikációban olvasható. Az igazgató elmondta azt is, a közeljövőben a székesfehérvári osszárium vizsgálatát kezdik meg. Szentirmai Zoltán patológus, aki részt vett a vizsgálatokban, elmondta, valószínűleg az Árpád dinasztia tagjai kékszeműek, világos bőrűek és világos hajúak voltak. Korábban azonosítottunk Árpádházi királyt. Nem volt ismert, ez volt második Béla, az a könyvünkben meg is jelent, hogy mik a bizonyítékok, az úgy néz ki, hogy elfogadható. És találtunk egy Árpádházi hercegnőt is, egy még csecsemőkor hercegnőt is. Szentirmai Zoltán hozzátette, a Magyarság Kutató Intézet sokat segít a vizsgálatokban, támogatja, megszervezi a kutatást, valamint folyamatosan új eredményeket tár a nyilvánosság elé.